Az ETFC labdarúgó csapata a lengyel élvonalban szereplő Slászk Wrocław együttesével találkozott a szlovéniai edzőtáborban. A kékfehérek agresszív futballal kezdtek, majd a lengyelek vették át a vezetést. Az ETS alai jóvoltából egyenlített, majd Tajti értékesített egy büntetőt. A lengyelek a 77. percben szépítettek, majd 5 perc múlva már vezettek és nyertek is. A végeredmény Slászk Vroszláv ZTFC 3-2. Az egerszegiek legközelebb szombaton játszanak, amikor az osztrák első ligás Hardberg vendégei lesznek.